Ismerősöm nyers nyúlhússal, főtt rizssel és főtt zöldségekkel eteti a felnőtt labradorját. Én most fogadok örökbe egy labradort, doktor úr szerint nyugodtan letethetem ugyanígy? A nyúlhús kérdése az egy izgalmas dolog, ez attól függ, hogy honnan való a nyúlhús. A normál esetben azért aggályosnak szoktuk tekinteni, hogyha az a nyúlhús az vad nyúlból származik. Ha egy tenyésztett nyúlhúsról van szó, tehát valóban húsnyúlról, akkor is a vágási körülményeket ismerni kell, hiszen a vágás során szennyeződhet a hús akár szalmonellával, akár más típusú kórokozóval is. Ezeknek a nyers etetése akár megbetegedéseket okozhat, ilyen tífuszszerű, hastífuszszerű kórképeket hozhat létre, magas lázzal, hasmenéssel, hányással, kifejezett rosszul léttel. Tehát én azt gondolom, hogy néhány nagyon kicsi kivétellel, kicsi kivételtől eltekintve nyers hús etetést azt nem szoktuk bevállalni. Picit abból induljunk ki, mindenki abból induljon ki, hogy mi az, ami az emberi fogyasztásra alkalmas. Alkalmas egy nyers bélszín emberi fogyasztásra? Igen, hiszen ismerünk olyan ételeket, amiben nyers bélszín van. Alkalmas egy nyers csirkehús emberi fogyasztásra? Nem, hiszen magunk is megfőzzük, megsütjük, valamilyen módon hőkezeljük a csirkét minden alkalommal, hogyha eszünk belőle. Ezekre kell gondolni, amikor abban azt a kérdést tesszük fel, hogy olyan a kutyának adható-e vagy nem. Abban igaza van annak, aki azt állítja, hogy a kutyának a gyomra az ellenállóbb a kórokozókkal szemben, a szájon át beérkező kórokozókkal szemben, hiszen a kutyának a gyomros hósav mennyisége és ennek következtében a pH értéke alacsonyabb az emberénél, talán jóval alacsonyabb is. De ennek ellenére azért vannak olyan szituációk és vannak olyan helyzetek, amikor ezen a gáton, ezen a sósav gáton átjut a kórokozó, és igenis megbetegedéseket okoz. Tehát összefoglalásképpen csak azt adjunk nyersen, amit magunk is megennénk nyersen.